Jó estét kívánok, Tihanyi Tamás Gábor vagyok. Utána már több telefon nem tudok fogadni, mert reklám jön. Tessék parancsolni. Halló, én mondjak, vagyok a kedves. vonalba? Ön van a vonalba, Tihanyi Tamás vagyok, tessék Jó parancsolni. estét kívánok. Csókolom. Szeretném, ha megnézni a csatráimat. A csatra vagy csakra? Csakra. Csak ma, csak a csakrát nézem. Igen, igen. Kedves hölgyem. Kedves Tihanyi úr. Ne, ismerős a hangja lehet? Nem, csak tévén keresztül láttam még az adást. Integettem, nem? Integettem. Nem voltam önnél még. És az anyosomnál se volt. Nem. Jó. Az a problémám még. Igen. Érdem, a bal térdem nagyon fáj, nehezen járok, és nagyon sokat járok vécére. Nagyon. Hűha. Éjszaka. Ne idegesítsem. De sajnos. Hát. Sajnos. Úgyhogy legyen olyan kedves, nézzel rám. Rágnézek, van erre vicc jutott eszembe, hogy jó. Elment egy bátyja az orvoshoz, és mondja neki, doktor, állandóan bepisilek éjszaka. És meg az orvos, hogy mondja, hát miről álmodik olyankor? Hát, hogy pisilni kell. Jó. Elmondja neki az orvos, hát akkor álmodjon arra, hogy nagy dolga van. Jaj, Isten. Na jó van. Akkor nézem a csakráit, kedves, jó? Jó. Feltette én, hogy... Hát a csakrák a béka lent, alatt, alig kap energiát a teste. Igen. Nem szokott fáradt lenni? Rettenetes fáradt és aluszékony vagyok. És nem tudja magát soha kipihenni? Nem. Tudom. Központi idegrendszer 10, 20, 30, Jézusom. Szíve 10, 20, 30, 40. Vastagbél 10, 20, 30, 40, 50. Vékony 10, 20, 30, 40, 50. És a hólyag 10, 20, 30. Nagyon karcsú. Mind a két veséje megvan? Igen. Jobb vese 10, 20, 30, bal vese 10, 20, 30. Látom, villog nekem a lámpa. Megkérem a kollégát, aki telefon kapcsolja be, hogy vegye le a telefonálót, mert nekem utána reklám jön, és nem fogom tudni fogadni. Na hát, ezt hívják, nagyon, az helyzet nagyon kicsi a csakra, azért alul működnek a szervek, mert nem kap oxigént, ugye. Még nem csak a nem kap oxigént, nem kap energiát a testrésze, a szervek, a különböző részek. Hát bizony nagyon rossz állapotban tetszik lenni. Igen. Most egy kisebb segítséget adok önnek, jó? Nagyon szépen. Ami rövid távú, hangsúlyozom, ez nem fogja soha igen, helyesíteni tudom. A kezelést. Egy rövid távra adom, hogy legalább ízleljen meg, hogy milyen másképp is lenni, jó? Jó, nagyon köszönöm. Most koncentrálok, kedves hölgyem, maga csak figyelje a testét, fölteszi a tenyerét az ölébe, teszi így fölfelé, bele az ölébe, becsukja a szemét és figyeli magát, jó? Igen.
Jó, megtörtént, kedves hölgyem. Érez valamit a testébe? Olyan borzasztó nyugtalanságot. De ezért, mert minden elkezdett beindulni a testével. Igen. Most kérdez, 30%-osan működne dolgok, és hirtelen most 90% és 100% körülbelül vannak, az nem könnyű most. Igen, értem. Megnézem a hólyagját. Igen. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100%-osan működik. A 30-ból. Igen. Érti ez mekkora nagy emelkedés? Hát ez 70%. Vese 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A központi idegrendszer is, ami 30-40%-os volt, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%-os. Minden átalakul a testébe, és bizony ez érzésekkel jár, azért kérdeztem direkt. Igen, igen. Jó? Igen. És ha szeretne teljes megoldást, akkor? Tudom, igen, el fogok menni. Csak az a baj, hogy nem tudok elmenni, mert olyan borzalmasan fáj a lábom, hogy nem bírok rálépni a térdem végig. Hát ízületi baj, vagy mi? Térdem, borzalmasan. Igen. Hát pedig megoldást kell rá. Igen, jó. Hát kedves Tihanyi úr, nagyon-nagyon köszönöm. Én is köszönöm, hogy hívott. Viszont hallásra. Csókolom a kis kezét. Most reklám következik, utána találkozunk.